Köszöntöm az első osztályosokat a tévé képernyője előtt. Matematika óra következik. Összeadás és kivonás a második tízesen belül. Hát kezdjük a számegyenesekkel. A írj egyenlőségeket a számegyenesek alapján. Tehát a példát is le kell írni a számegyenes végén, de először olvassuk le ezeket a számegyeneseket. Tehát 0-tól a 15-ösig. 15-östől tovább megy a nyíl a 18-asig. Ha tovább megy a nyíl, akkor kérdeznélek benneteket, hogy milyen műveletet kell használnunk? Megtanultuk, hogy igen, az összeadás műveletét. Tehát az első számegyenesen összeadás műveletével számolunk. Nézzük. Hogyan is? Hogy kaptam meg a 15-öt? Tehát 0-tól a 15-ig ment az első nyíl, tehát a 15-ös a kiinduló pont. Mivel a második nyíl tovább folytatta az utat, akkor, és pedig 3-at ugrott, 1, 2, 3, tehát plusz a 3-at hozzáadtam, és a második nyílnak a vége megérkezett a 18-asra. Nézzük a következőt. Figyeljük csak meg! A nyilak szépen egymást követik. Akkor milyen műveletet kell majd használni? Összeadást úgy szintén. Hogy kaptam meg a 12-t? Tehát 0-tól a 12-esig ez a kiinduló pont. 12-es a szám, leírtam. Mivel tudom, hogy a nyíl folytatólagosan megy, ezért plusz jel. A 7-et úgy kaptam meg, hogy megszámoltam, hogy hányat ment a második nyíl. De ezt a kiinduló pontot nem számoltam bele. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plusz a 7-et innen kaptam meg. És hova érkezett a második nyíl? A 19-esre. Először nézzük meg a harmadik számegyenesünket. Az egyik nyíl szépen halad a 19-esig, a másik a 19-estől visszafelé a 13-asig. Tehát, ha visszafelé jön a nyíl, akkor melyik műveletet fogjuk alkalmazni? Persze, hogy a kivonást. Nézzük. 19-es, onnan indulunk. Mennyit jövünk visszafelé? 1, 2, 3, 4, 5, 6-ot. Tehát mínusz a 6, mert a nyíl visszafelé jött. És így megérkezett a 13-asra, és a különbségünk 13 lett. Az utolsót már ti is el tudjátok mondani, mert megfigyeltük a nyilat, a második nyíl visszafelé fordult, tehát ha visszafordult, az azt jelenti, hogy kivonással számolunk. Mégpedig a kiinduló pont a 17-es. Mivel visszafelé jött a nyíl, mínusz a mennyi? 1, 2, 3, 4. Mínusz a 4, és hova érkezett? A 13-asra. Nyilak rajzolásával a számegyenesen ábrázolt az összeadást és a kivonást, valamint egészíts ki az egyenlőségeket. Tehát ábrázoljuk először azt, ami itt van. 11 plusz 8. Az mennyit ad? 19-et. Na nézzük akkor ezt a bizonyos nyilat. Mivel összeadás, tehát szépen ível előre. Honnan indul? A 11-estől. Mennyit megy? Plusz 8-at. Az első számot nem számolom bele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és megérkezik a 19-esre. Nézzük a következőt. 13 plusz 5. 18. Hogy kaptam meg a 18-at? Úgy, hogy 10-es átmásolva, 3 plusz 5 összeadva, az a 8. Honnan indulunk? Az első számtól, a 13-astól. És szépen ível a nyíl, plusz 5-öt. 1, 2, 3, 4, 5, megérkezik a 18-asra. Következő feladat, kivonás. Ha már kivonás, a nyíl visszafelé fordul. És pedig, hogy kaptam meg a 10-et? 19 mínusz 9. A 10-es lemásolva, 9-ből 9-et az 0. És így jött a 10.
Az első szám mutatta meg, hogy a Nyíl honnan indul, a 19-esről, és hogy mennyit kell visszafelé, hogy jöjjön. A 19-est nem számolom bele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és megérkeztünk hova? Erre a 10-esre. Következő. 18 mínusz 7. Kaptunk 11-et. Hogy kaptuk meg a 11-et? 10-es átmásolva, 8 mínusz 7 az 1, és 11. Mit mutat meg nekünk az első szám? A kisebbítendő? A kisebbítendő a 18-as megmutatja, hogy honnan induljon a nyíl. Utána a mínusz jel mit mutat? Azt, hogy visszafelé kell, hogy jöjjön ez a bizonyos nyíl. És mennyit kell? Hetet. A kivonandó mutatja, hogy hetet, tehát ez a szám nincs számolva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És akkor megérkezett a nyíl a 11-esre. Következő feladat. Oldd meg a feladatokat, és közd össze a megoldások számait a négyzetekben található sorrendben. Tehát, amilyen sorrendben jönnek így a számok, ilyen sorrendben kell majd őket a rajzon összekötni, hogy megkapjuk a képet. Nézzük akkor. Nagyon egyszerű feladatok. Akkor mondjuk csak közösen. 10 plusz 1, 11. 10 plusz 2, 12. 10 plusz 3, 13. 10 plusz 4, 14. 10 plusz 5, annyi. 10 plusz 6, itt van. 10 plusz 7, 17. Mondjuk közösen tovább. 10 plusz 8, 18. 10 plusz 9, 19. 10 plusz 10, már hallom is, hogy bekiabáltátok, 20. Most nézzük ezt a képet. Mit is fog nekünk ábrázolni? Egy űrhajó lett rajta, ha helyesen oldottuk meg. Következővel folytatjuk. 17 mínusz 2. 15. Hogy kaptuk meg? 10-es átmásolva, 7 mínusz 2 az 5. Következőt valaki felolvasná közületek? 16 mínusz 5. És a folyamatát? 10-es átmásolva, 6 mínusz 5 az 1, így lett 11. 19-ből vegyünk el 2-t. De mielőtt elvennénk ezt a 2-t, hogyan nevezzük az első számot? Kisebbítendőnek, a következőt kivonandónak, és mi lesz a végeredmény? A különbség, ami most 17. És ez a 17 már szerepel a következő példa első számaként, amit kisebbítendőnek hívunk, majd jön a kivonandó. 17 mínusz 3. 10-es átmásolva, 7-ből 3-at az 4. 18 mínusz 4, az 14. 10-es átmásolva, 8-ból 4-et, az 4. 16-ból 3-at. Melyik szám a kisebbítendő? A 16-os. És a kivonandó? Az lesz a 3-as. Hogy nevezzük a végeredményt? Különbségnek, ami 13 ebben az esetben. A 18 mínusz 8... Rátok bízom, hogy kiszámoljátok. Ugye ennyit kaptatok? És az utolsó feladat ezen a képen 15 mínusz 1. 10-es átmásolva, 5 mínusz 1 az 4. Ha összeadom, 14 lesz. Megyünk tovább. Hát említettem nektek, hogy ezekre a kifejezésekre, amely, ahogyan hívjuk az összeadásnál és a kivonásnál a számokat, szükségünk van akkor, amikor szöveges feladatokat oldunk meg. Nézzük akkor ezt a szöveges példát. A 15 és a 2 összegéhez adj hozzá 3-at. Akkor értelmezzük.
15 és a 2 összege. Már a szó segít nekünk, hogy összege, tehát az összeg az összeadásnál van. Akkor összeadásként kell leírnom ezt a feladatot, és ehhez adjunk hozzá 3-at. Na nézzük! 15 és a 2 zárójelbe, adjunk hozzá 3-at. Hozzáadtuk a 3-at. Kiszámolom a zárójelet, a 10-es átírva, 5 plusz 2 az 7, 17. És ami a zárójelen kívül van, utána másolom. És így kaptuk meg a 20-at. Nézzük a következőt. 16 és 4 összegéből vegyél el 5-öt. Tehát a 14 és a 4 összege, az összeg az összeadásnál szerepel, tehát ugyanúgy, mint az előző feladatnál, leírjuk, hogy 16 plusz 4, és mínusz 5, mert vegyél el 5-öt. És akkor a 16 plusz 4-et összeadom, az lesz 20, ami kívül van a zárójelen, azt átmásolom. És 20-ból 5-öt, így kaptuk meg, hogy 15. Újból találkozunk ezekkel a korongokkal, mert ebben az oszlopban 10 kék korong van. Hozzáadok 3-at, lesz 13. De erre azt is mondhatom, hogy ez egy tízes. Egy tízes, és 3 darab egyes. Az egy tízes az 10, a 3 darab egyes az 3, és így megkaptam a 13-at. Egy tízes plusz 5 egyes mennyit ad? 15-öt. 9 egyes plusz 1 tízes az 19-et ad. Tehát 1 tízes az 10, 9 egyes az 9, 10 meg 9, 19. Nézzük a következő példát. Tehát 1 tízes plusz 4 egyes, az 1 tízes az 10, a 4 egyes az 4, és így lesz 14. Tehát ilyen formában is felírhatjuk a feladatot. Töltsd ki a négyzeteket, nézzük sorba. 15-ből 3-at, 10-es átírva, 5 mínusz 3 az 2, és így lett 12. Vagy 18 mínusz 3, 10-es átírva, 8-ból 3-at az 15. De már jött a 11-es is, hogy kaptam meg? 15 mínusz 4-ből először a 10-est átmásoltam, 5-ből pedig elvettem a 4-et. 18-ból 5-öt, valaki közületek már el tudja mondani, a 10-es átmásolva, 8-ból 5-öt, az pedig 3. 15-ből 2-t, 15-ből a 10-es átmásolva, az 5 mínusz 2, az pedig 3, 13. A 10-est már ti tudjátok, hogy kaptuk meg? Persze, hogy tudjátok. 18-ból a 10-es másolva, 8-ból 8-at az 0-át ad. Jön a következő, 15 mínusz 5. Rátok bízom. Ugye 10-et kaptatok? Ha igen, akkor jó számoltatok. És az utolsót is meghagyom nektek. 18 mínusz 0. Marad a 18. Írd be a négyzetekbe a megfelelő kisebb vagy nagyobb jelet, a vonalra pedig a megfelelő számot. Nézzük csak, hogy erre a vonalra majd milyen megfelelő számot kell írni. 13 és a 15 közé a kisebb-nagyobb jelet, ha beírom, akkor hogy kaptam ide 2-t? Hát úgy, hogy a 13 2-vel kisebb a 15-nél. A 19 nagyobb a 14-nél 5-tel. Majd a 18 nagyobb a 15-nél 3-mal. A 16
kisebb a 20-tól, mégpedig 4-gyel. 14 kisebb a 17-től 3-mal. A 19, mit írnánk idebe és a 12 közé? Hát azt, hogy a 19 nagyobb a 12-nél, mégpedig 7-tel. 14 és 11 közé, a 14 nagyobb a 11-től 3-mal. És a végén próbáljátok megoldani, hogyan áll a nyíl a 11 és a 16, nem a nyíl, bocsánat, a 11 és a 16 közé a jel hogyan fog elhelyezkedni. Így, hogy a kisebb fele van a 11 felé, a zárt fele, tehát a 11 kisebb a 16-tól, mégpedig 5-tel. És jönnek a nyilas feladataink, írd a vonalra a megfelelő számot, ilyennel már találkoztatok bizonyára. 17-ből indulunk. A 17 mínusz 4. A 17 a kisebbítendő, a 4 a kivonandó. És ide keressük a különbséget. Akkor nézzük, 17-ből 4-et, a 10-es másolva, 7-ből 4-et az 3, így kapom meg a 13-at. 17-ből 6-ot, a 10-es másolva, folytatásban 7-ből a 6-ot elveszem, az 1. Így lett 11. Majd a következőnél 17-ből csak 1-et, megvárom, hogy megoldjátok. Ugye ennyit kaptatok, akkor jól számoltatok. 17-ből 7-et, ezt is rátok bízom. És ez lesz a jó megoldás. A 17-ből 0-át ezt bizonyára mindannyian már azonnal mondjátok, hogy 17. És nézzük, hogyha a kisebbítendő 17, a kivonandó az 5, akkor mennyi is lesz a különbség? 12. 17-ből 3-at vegyünk el, 10-es másolva 7-ből veszed el a 3-at, az 4, és lesz 14. És az utolsó feladatnál itt ebben a részben 17-ből vegyünk el 2-t, az lesz 15. Nézzünk egy kicsit más jellegű példákat. Melyik számra gondoltam? Itt legyünk nagyon figyelmesek. A 15 kisebb szám szomszédja. Tehát legyen kisebb a 15-nél, de szomszéd is legyen. Tehát akkor valószínű, hogy a megelőzőjére gondoltunk, azt pedig a 14. A 16-nál 3-mal kevesebb. Az azt jelenti, hogy a 16-ból vegyünk el 3-at, és megkapjuk, hogy 13. És a következő így hangzik. A 12 és a 8 összege. Akkor milyen művelettel kell számolnunk? Itt már súg nekünk ez a szó, hogy összege, tehát összeadással. Tehát adjuk össze a 12-t és a 8-at. 10-es, 2 meg 8 az a másik 10-es, és már meg is súgtam nektek, hogy ez lesz a 20. Foglaljuk össze a mai óra anyagát. Próbáljunk eljutni a célhoz. Másszunk fel a csúcsra. Nézzük. 2 plusz 3, hallom, hogy már bekiabáltátok, hogy 5. 5-höz 4-et, 9. Most vegyünk el a 9-ből 3-at, az lesz 6. 6-ból 1-et gyorsan, azaz 5. De az 5 meg 5 az mennyi is? 10. 10-hez 4-et. Na most álljunk meg egy picit. 14-ből vegyünk el 3-at. 10-es másolva, 4-ből a 3-at az 1, így kapom meg, hogy 11.
Most adjunk a 11-hez 6-ot. 10-est másolom, 1-eshez a 6-ot hozzáadom, az 7, így lesz 17. És akkor már a végeredmény, 17 plusz 3, eljutottunk a célba, a csúcsra. És mivel eljutottunk a csúcsra, a 20-ast megkaptuk végeredménynek, ezzel a feladattal szeretném megköszönni a figyelmeteket.